Köszöntöm a kedves nézőket! A Sátoraljaújhelyi Pálos Piarista templom kriptájában vagyunk, ahol többek között Csepelényi György földi maradványai is megtalálhatóak. Tóth Gábor, füzéri plébános urat kérdezem, hogy ki volt egyáltalán Csepelényi György, és hogyan jutottak ide az ő földi maradványai? Csepelényi György pálos szerzetes volt, 1626-ban született Nagybicsén, és itt temették el. Az ő története röviden az, hogy belépett a pálos rendbe, és 1670-től 10. Kelemen pápa megbízta Mezőkövesd Újhely füzérvonalában az északi misszióknak a vezetésével. 1672-től 74-ig az újhelyi konvent tagjaként füzéri plébános volt, sorrendben 37. plébános elődön volt füzéren, és nagyon szerették, 7 falut visszatérített katolikus hitre, protestáns hitről, mert kedves, alázatos, egyszerű stílusa volt szemben a hitvitázókéval a reformáció, illetőleg az ellenreformáció korában. Az ő sorsa úgy alakult, hogy 1674. március 26-án 2 hónapig kínozták, és Mezőkövesd mellett a Gerfalmos határában a Szőke pusztán 1674. május 24-én lefejezték. Érdekes a története, mert Krisztushoz hasonló kínzásokat kellett elviselnie. Dohányt vágtak a hátán, kikötötték a Tiszapartra, ahol a szúnyogok rajokban keringtek, de őt nem bántották, tehát több egykorú pálos forrás is megemlékezik ezekről a kínzásokról, amelyeket ő alázatosan tűrt, és mindig imádkozott az ő üldözőjét, hasonlóképpen, mint Jézus a kereszten, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És az volt az érdekes benne, hogy Mezőkövesd határába érve megengedték neki, hogy Nagy János plébánosnál meggyónjon, megáldozzon, és hát utána már szerettek volna szabadulni tőle. Kérdés lehet, hogy márciustól májusig 2 hónapon keresztül miért vitték rabszíjon Csepelényit. Egyrészt példát akartak statuálni, hogy más falvak ne térjenek vissza katolikus hitre, másrészt komoly váltságdíjat is reméltek, amit a hívek kezdtek gyűjtögetni, de annyira nagy volt a gyűlöletük Csepelényi iránt, hogy ők később a vallomásukban elmondták, hogy minden képpen meg akartak szabadulni tőle. Mivel már az egri vilayet határa közel volt, és az egri pasától félve dél felé vették az irányt, és Egerfarmos mellett a templomnál szerették volna lefejezni, hogy most már megszabaduljanak a koloncuktól, a rabjuktól, és ez nekik nem sikerült. Az egykorú források azt írják, hogy 3-szor is próbáltak lesújtani rá, de mindig lehanyatlott a karjuk. Azt mondták, ez a templomnál nem fog menni. Kivitték a Szőke pusztára, ahol ma a Füzesabony-Debrecen vasútvonal ketté vágja ezt a pusztát, és ott lefejezték szabjával. 4 napig temetetlenül hevert a teste a földön, és nem indult romlásnak, és az egri pasa úgy intézkedett, hogy Isten szent emberét a keresztényekhez, a gyaurokhoz méltó, mártírhoz méltó módon temessék el illendően. És hogyan került ide Sátoraljaújhelyre vissza a földi maradványa? Igen, tehát először Egerfalmoson a templomdomban temették el, és utána pedig 15 év múlva, amikor már a vallásháborúk meg ellenreformációs törekvések elcsitultak, akkor lett konszolidált a helyzet, és még életében azt kérte Csepelényi, hogy mivel a kedvenc kolostora az újheli kolostor volt, ennek tagjaként volt kint füzéren is a remetességben a pálos missziót ellátni, ezért 15 évvel később, tehát 1674-től 1689-ig Egerfarmoson nyugodott, utána pedig ünnepélyes keretek között hazahozták a csontjait, és ide, ahol most állunk, ide a kriptába temették el. 1974-ben, amikor a műemlékesek elhatározták a klastromnak a felújítását, dr. Nagybozsóki József főorvos urat, aki boncmester és antropológus is egyben, kérték meg a csontok azonosítására. Ő, amikor leszállt ide a kriptába 74-be, ami egyébként Csepelének a 300 éves évfordulója volt a véletlenül, ezen a részen találta meg először
Benkovics Ágoston püspöknek, aki nagyváradi püspök volt, Csepelényi személyes barátja, ő 1772-ben halt meg, és az volt a kívánság, hogy az ő szeretett barátjához, a Márti Csepelényi Györgyhöz temessék. Itt, amikor nagybozsóki főorvosul elkezdett ásni, először egy öregember csontjait találta meg. Antropológiai vizsgálatok, meg a fogak kopása alapján megállapította, hogy ez nem lehet Csepelényi, mert püspöki ornátus volt rajta, és ráadásul Csepelényi 48 éves korában halt meg, ő pedig már ugye közel 70 éves volt, amikor meghalt és idehozták Nagyváradról, és amikor letakarították a Benkovics Ágoston püspöknek a csontmaradványait, akkor a Benkovicsnak a koporsó deszkája alól előkerült egy másodlagos koporsó, ahol szépen olvasható volt, hogy Veneranda Ossa Patris Georgii Csepelényi, vagyis Csepelény György atya tiszteletre méltó csontjai. 89-ben készítették a jelenleg látható olyan kis kőládát, osszuáriumot, ami hasonlított az eredetire, amiben Eger farmosról hazahozták 1689-ben Csepelényi. Tehát a Csepelényi hazahozatalának a 300 éves évfordulójára készült el ez az osszuárium, amelyet itt most láthatunk, és itt a hátam mögött láthatók azoknak a piarista atyáknak a kis urnái, amelyek, akiket szintén exhumáltak, és 1989-ben újra temettek. Tehát a piaristák újra temetése és a Csepelényinek a 300 éves évfordulója 74-ben, illetőleg a hazahozatalának a 300 éves évfordulója miatt láthatók ezek az állapotok, amelyeket itt most látunk a kriptában. Köszönöm szépen. Kedves nézők, tehát a mai adásban Csepelényi György emléke előtt tisztelegtünk, tartsanak legközelebb is velünk, viszontlátásra. Audio Jungle.